a termékeket tartalmazom, 9 napban nem tudnak szállítani. Az egyik fő beszállítójuk hiánylistáját mutatja Balogné Nagy Krisztina, 15 oldal. A Diósdi Patika gyógyszerésze azt mondja, egyre több készítmény hiányzik, főleg most nyáron. Nagyon sokan a orvosok szabadságai miatt előre kiváltanak több havi gyógyszert, amire sajnos a mai készletgazdálkodás szerint nem nagyon tudunk rákészülni. Igyekszünk, de nem mindig sikerül, illetve a nagykerekből is elfogynak ezek a gyógyszerek. Leggyakrabban a vérnyomás csökkentő készítményekből és az antibiotikumokból fogynak ki. A hvg.hu írt arról, hogy csaknem 1500 gyógyszer hiányzik az országban, az Országos Gyógyszerészeti Intézet adatbázisa szerint. A hálózatban működő gyógyszertárak szövetségének szakmai igazgatója azt mondja, a valóságban ennél is több hiányozhat. Mindig eltelik egy kis idő, amíg a hatóság érdemben tud reagálni és felismeri a gyógyszerhiányt. Így előfordulhat, hogy olyan készítményt sem találnak meg a betegek, amelyek még nem szerepelnek a listán, de hamarosan felkerülnek. Több tényező is befolyásolja azt, hogy miért hiányzik egy gyógyszer. Megváltozik a támogatása, ezért hirtelen megugrik a kereslet. Egy vakcinánál előfordulhat, hogy ha a járvány tör ki, akkor szintén hirtelen megugrik a kereslet, amire a gyártó nem tud felkészülni, illetve előfordulhatnak gyártási, szállítási problémák. A múltban olyan eset is történt, amikor például raktártűzben semmisült meg gyógyszerkészítmény. A szakemberek szerint az is hozzájárul a hiányhoz, hogy évelejétől minden gyógyszerdobozt kötelező egyedi azonosítóval, úgynevezett QR-kóddal ellátni, le is kell ragasztani, mindemellett a Braille írást is kötelezővé tették a dobozokon. Ezek miatt a gyártási folyamat is hosszabb. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a többi között azt írták, az, ha egy készítmény az OGYI honlapján a hiányzó gyógyszerek között szerepel, nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyáltalán nem lehet kapni. Lehet, hogy egy adott gyógyszernek csak egyfajta kiszerelése nem kapható. Szerintük ez nem okoz problémát a betegellátásban.